Legutoljára egy hónapja volt tiszteleges videó, és az alá egyből kettő ajánlást is kaptam, hogy a következőben mit tehetnék be. Az egyik Metroff-tól volt, és a Serious Sam the First and Second Encounter játékot ajánlottam, mert abban jó sok menő easter egg van, mint például az, hogyha felvesztek egy ilyen rakétavetőt, és azzal kilőttök egy falat, akkor a készítők ilyen furcsafejű emberként kijönnek. És még egy olyat is, hogyha továbbá elindulunk a pálya hát túloldalára, akkor ott van egy ilyen földgömbszerűség, mármint oda teleportálunk. A másikat meg Szavas Kristóf küldte, hogy valamelyik Plants vs. Zombies-ba benne van Slenderman, és hogy ezt én bemutathatnám, és én ezt meg is fogom tenni. Szóval itt van az egyik pályarész az egyik Plants vs. Zombies-ban, és ott van Slenderman, sajnos nem tudunk közel menni hozzá, és nem tud semmilyen jumpscare-t bemutatni. Pedig az vicces lenne, de hát, ja, ez van. A játékprogramozók egyébként nem utálják magukat promotálni, és éppen ezért, mint például a GTA 5-ben, van egy Max Payne 3-as ing. De már az is megtörtént, hogy simán egyszerűen csak a készítők beletették magukat a játékba, mint például ahogy ez a Serious Sam-ben is volt. De például a Madden 12-ben is, hogyha folyamatosan nyomogatod a random gombot, hogy egy random csapattal játsz, és szerencséd van, akkor a játék megengedi, hogy a készítőkkel játsszál. Na, nézzük is meg, hogy miből áll a csapatuk. Hát igen, volt néhány, aki komolyan vett és hagyta, hogy simán egyszerűen lefényképezzék, de például ő. Máshol is elrejtették már magukat a készítők, csak az nem ennyire látványos, mint például a Walking Dead-ben. Ha ötször megpróbálunk a Kennyhez beszélni, akkor ötödikre valami más jön ki. Nézzétek meg! Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Randy Tudor. Good man. Damn fine man. Powerful stash. One of the greats. Igen, ő volt az egyik programozója a Walking Deadnek. De ennél vannak furább pillanatok játékokban, mint például amikor egy óriási WC-ben találod magad. És akkor most ugorjunk bele ebbe a csőbe. Na de hogyha még ennél is hülyébb easter egg-eket akartok, akkor ahhoz egy hulladék szar játékot kell elővenni, a Trials Fusion-t. Mert én senkinek nem ajánlom, hogy megvegye azt a játékot, de azonban van benne pár jó easter egg. Mint például soha nem teniszeztem még egy motoros játékban. És az ott egyáltalán micsoda? Egy pingvin? Vagy egy elhízott bowlingbábú? Ja, a meccset egyébként ötig kell játszani. És akkor ezt a videót ugyanezzel a játékkal zárnám. Ugyanis van egy pályarész, ahol itt van egy ilyen romboló golyó, és hogyha az mellett rá megnyomjuk az ugrás gombot, vagy lerepülünk a motorról, akkor egy ilyen furcsa dolog történik. Én most elbúcsúzok, hol mi voltam, és sziasztok, és fingom sincs, hogy ez micsoda. Joy.
You know. Komolyan képes voltál végignézni ezt a szart?